A grafit az űrkorszak anyaga. Könnyű, rugalmas és erős. Az űrben hasznosnak bizonyuló tulajdonságai jól jönnek a folyók vagy tavak partján is. A grafit horgászbotok ezért a legnépszerűbbek mostanában a horgászok között. Egy ilyen bot elkészítése ezzel a grafit lemezzel kezdődik. Ebből precízen kimért alakzatokat szabnak ki. Ha itt hibáznak, már nem lesz tökéletes a bot teljesítménye. Itt háromrészes bot készül. A kivágott formát egy kúposan elkeskenyedő acélrúdra illesztik, majd lehúzzák a papír hátlapját. Ez a gép tekeri fel a grafit lemezt a rúdra. A horgászbot mindhárom tagját ugyanígy készítik el. A végeken a grafit gyűrű megerősítésként szolgál. A grafit a következő lépésnél is a rúdon marad. Polipropilén szalagot tekernek a grafitra, hogy kiszorítsák a rétegek közül az esetleg ott maradt légbuborékokat. Utána az egészet egy sütőbe teszik, és körülbelül másfél órán át 125 Celsius fokos hőmérsékleten tartják. A szalag nem olvad meg, de a grafitban lévő gyanta igen, így a feltekert rétegek egymáshoz égnek. Ezután eltávolítják a műanyag szalagot, és lehúzzák a grafit burkolatot az acélformáról. A bot ezután különleges bevonatot kap, amitől mély kék lesz a színe. A bevonatot újabb másfél órán át égetik 125 fokos hőmérsékleten. Ezután lemérik, majd méretre vágják. Végül összeillesztik az egyes darabokat. A grafitbot erőssége, hogy meghajlik, de nem törik el. A végére rozsdamentes acélcsúcsot ragasztanak. Majd összeállítják az orsótartót. Ezzel a csavarral lehet megszorítani. Ez a dugó akadályozza meg, hogy a szerkezet lecsúszson. A markolatot parafagyűrűkből ragasztják össze. Esztergagéppel és dörzspapírral formázzák. Ezután a zsinórvezetők kerülnek fel. Sejem fonalat tekercselnek köré, úgy erősítik a bothoz. Még egy utolsó simítás, hogy a kézi munka ne menjen tönkre. A botot forgóállványra helyezik, és három réteg fényes epoxit visznek fel a fonal tekercsekre. Ez nem csak védi, de szép bevonatot is ad neki. Ezt követően fém talpat csúsztatnak az orsótartón lévő mélyedésbe. Már lehet is felszerelni az orsót. Ám még mielőtt bedobhatnánk a csalit, egy-két információ is felkerül a botra, a márkajelzés és a sorozatszám. Egy végső ellenőrzés, és már indulhatunk is a vízre. Az orsó a helyére kattan, és a csavarral egyszerűen beállíthatjuk. Más dolgunk már nincs is, mint kidobni a csalit és várni a kapást.